Kelemen Hunor szövetségi elnök által szervezett Vasile Dâncu miniszterelnök helyettes és fejlesztési miniszterrel folytatott beszélgetése után az a döntés született, hogy folytatják a saját költségvetésből az elkezdett beruházásokat, és a későbbiekben ezeket a költségeket visszaigénylik a kormánytól. Így folytatódnak a munkálatok az Agyhai és a Kissolymosi úton is. A tárca a finanszírozást azért szüntette meg, mivel egyelőre elfogyott az erre elkülönített keret. Borbély Csaba bízik benne, hogy a Csíkpálfalvi úttal kapcsolatban is lehetőség lesz novemberben lebonyolítani a közbeszerzést. Minden beruházással haladnak valamilyen szinten, és ez a legfontosabb, hogy ezeket folytatni tudják, hiszen vannak olyan beruházások, amelyeket nehezen, sok utánajárással tudtak kimozdítani a holdpontról, mondta Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a szeptember 28-án tartott rendkívüli ülésen. Tartalmas megbeszélése volt Borbély Csabának Vasile Dâncu miniszterelnök helyettessel Bukarestben. A megyei előjáró azért kérte a találkozót, hogy megvitassák a Regionális Fejlesztési Minisztérium azon döntését, miszerint leállítja a pénzösszegek folyósítását azokra a korszerűsítésekre, amelyek költségei meghaladják a büdzsében jóváhagyott keretet, azaz a Csíkpálfalvi, az Agyhai, a Csicsói, a Kissolymosi és a Büdösfürdői megyei úton folyó munkálatokat. A tanácsülésen a megyelnök arról is említést tett, hogy egy korábbi budapesti látogatása során találkozott Magyarország egyik legnagyobb gyümölcsfeldolgozójának vezetőjével, aki szeretne egy gyárat létrehozni a megyében. Emellett megköszönte a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnak, hogy lemondott a megyei tanács ellen indított peres eljárásról, és kész együttműködni. Az ülésen három napi rendi pontról szavaztak a tanácsosok, két Európai Uniós pályázatról döntöttek, amelyeket nem sokára befejeznek, valamint az idősek napjára szervezett program módosításáról is szavaztak. A 132-es megyei út és a Székelyudvaron épülő inkubátorházról van szó. Azt kell tudni, hogy a pályázatok befejezésének a határideje meghosszabbítódott november 1-ig. Ez azért volt fontos, habár a munkálatok be vannak fejezve, még az átvételi jegyzőkönyvek, papírozások készülnek az út esetében. Az inkubátorház esetében pedig a felszerelést, hiszen ott számítógépeket, nyomtatókat bocsájtunk azoknak a rendelkezésére, akik az inkubátorházba jönnek majd irodát működtetni. Ezeknek a közbeszerzése elhúzódott, hiszen négyszer volt kiírva, mind rossz pályázatok voltak letéve, de most negyedszerre sikerült egy olyan elbírálás végére érnünk, amelynek következtében megvan a nyertes is, az elkövetkező napokban szerződéskötésre kerül, és mindezt leszeretnénk bonyolítani november 1-ig, ezért volt a központi régióval egy olyan egyesség, hogy ez hosszabbítódjon meg eddig az időpontig, ezt pedig egy rendkívüli tanácsülésen el kellett fogadni, hiszen 30-áig le kell ezt küldjük Bukarestbe. Lőrinc Csilla tanácsos megosztotta, úgy gondolja, hogy a megyei tanács az infrastruktúra fejlesztése mellett részt kell vegyen még egy fontos tevékenységben, azaz a betegségek megelőzésében. Ezért kezdeményeztek egy előadás sorozatot Zakariás Zoltánnal és Kolozsvári Tibor tanácsossal közösen. Az első előadás a lelki egészség megőrzésére vonatkozik, és csütörtökön este tartják a megyei tanács épületében.